Oké, okay, üdvözlök mindenkit, én Kovácsik József vagyok. A Ebéd előtti utolsó adás az enyém, úgyhogy ez egy részben jó, részben rossz időpont, mert mindenki kezd éhes lenni, és akkor türelmetlen. Az elődő meg csúszik, úgyhogy ebből a szempontból kicsit kritikus időpont. Másrészt viszont már engem be vagytok melegedve, tehát remekül mindenki meg van dolgozva, remekül tudom figyelni, úgyhogy ez egy klassz dolog. A másik, hogy üdvözlöm a hölgyeket, mert végre vannak hölgyek is az adás során. Én már sok éve járok ilyen konferenciákra, és mindig keveseltem a hölgyeket. Most végre, főleg az első adás egész sok volt, úgyhogy ez szuper dolog. Az informatika végig is egy klassz dolog valahol. Másik is klassz dolog, szeretnék mindenkit játékra csábítani, legózni. Ki szeret legózni? Halk? Akkor följebb teszem. Így jobb? Nem jobb. Így jobb? Nálam ez majd lejjebb fog menni a karom, és egyre halkul, akkor valaki integessen, hogy halk megint, jó? Oké, tehát szerintem mindenki imád legózni, aki elmegy informatikára, az eleve játékos eleme szerintem valahol. Próbáljuk fölfogni az egész informatikát, mert egy legót, hogy vannak különböző darabkáink, és abból összeadunk a nagyobb dolgot. Ilyesmit szeretnék most elmondani, hogy mi hogyan csináltuk ezt, vagy hogyan csináltunk egy rendszert, ami egy... hol vagyok? Ami egy evolúciónak a végeredmény, úgy tetszik. Én egy kutatóintézetben dolgozom, tehát nem kis vállalat, nem vállalkozás, nem egyetem, egy teljesen másik közösség. Egyébként múlt évben a Szabad Szoftver Konferencia eltérő volt, nagyon szép előadást gondoltam, és bátorodtam fel, hogy most akkor nézzük meg egy másik szegmensét a világnak. Ami elég régóta kezdtünk el foglalkozni informatikával, pusztán azért, mert kutatáshoz szükséges. És egy hosszú evolúció során jutottunk el 2012-ben ahhoz, hogy egy rendszert le kell cserélnünk egy másikra. Valaha régen Sparkokkal kezdtünk, Solaris-szal, szuper rendszer volt, imádtuk használni, de hát az idő elszállt fölötte. Ideig dédegettem, hogy ezt a vasatlan hazaviszem a legelső Spark Center 2000-est otthonra, csak mert egy hűtőszekély méretű eszközről van szó, és a betápja sem annyi, hogy otthon elbírná a hálózat. Bekapcsolni nem tudnám, pedig még működne, tehát úgy képnek jó, de egyébként nem. De te ígértél nekem egy ilyen vasat, úgyhogy lehet, még elmegyek értem majd a Viktor utcába. Már nincs meg? Szomorú vagyok. Jó. Ami nagyon sokáig élő vas volt, és aztán 2002-ben lecseréltük egy kisebb vasra, de mindig egy Spark volt, és szintén sok évig remekül szolgált, és akkor 2007 környékén volt egy nagy váltás nálunk, amikor azt mondtuk, hogy a sok lúd legyőzi a disznót, eddig voltak Sparkok, kemény vasak, és cseréljük le őket egy PC-famra, ami mögött van valamifajta storage, nálunk ilyen Corel diszkal rendszerekből készült, és Atover Ethernettel kapcsoltunk a frontend szerverekhez, és volt 5 darab frontend szerver, és abból csináltunk egy GFS klasztert, és nagyon boldogok voltunk, hogy milyen szuper rendszert vetettünk össze. Ez egy teljesen jó rendszer volt, teljesen általános célokra akartuk használni. Két baja volt neki, a lassúság, amit a felhasználók előbb-utóbb megéreztek, és mi is tudtuk, hogy igazából sok mindent nem tudunk vele kezdeni. Ami a lassúságnak nem az AOE volt az oka, meg nem a Corel doboz volt az oka, meg nem a PC-k volt az oka, hanem maga az, hogy mi egy cluster file rendszert próbáltuk általános könyvben használni. A GFS egy kifejezetten egy cluster file rendszer, ami nagyon jó bizonyos helyekhez, de ott, ahol sok felhasználó van, sok kicsi kis fájlocskával, amit ők használgatnak, ott nem igazán a legjobb optimális választás erre. A tesztek sem, mi ezt teszteltük előtt, ez nem derült ki, hiszen a tesztek azok mindig ilyen szintetikus tesztek, ahol te próbálgatsz, és az a igazi élő valami azt nem igazán lehet könnyen egy tesztben kihozni. A tesztek a remekül működött minden, csak az élet valahogy egészen mást hozott ki, mind a teszt. De ha egyszer egy ilyen rendszer elindul, akkor már nehéz róla átállni másra, és hát kemény 5 éven keresztül ez remekül jól működött. És akkor 2012 környékén volt egy olyan váltás, hogy most akkor már tényleg ez egy égető helyzet, már a vasak is elöregedtek, tehát amúgy is váltanunk kell, csinálunk helyett valami mást. És akkor már remekül elhangzott az, hogy cluster, meg cloud, más ilyen buzzwordök, induljunk el abba az irányba, hogy igazi cluster próbáljunk felépíteni, kicsit más szemszögből és kicsit más prioritásokkal. Az előzőből tanultunk sokat,
próbáljunk úgy, ahogy van, szépen lépésről lépésre, lentről fölfelé építkezni, megnézni a lehetséges dolgokat, amik akkora úgymond piacon voltak, és nézzük meg, hogy egyrészt mi az, ami jó lenne, amit mi szeretnénk, hogyha végtelen sok pénz állna a rendelkezésünkre, és mi az, amit meg tudunk vásárolni, vagy mi az, amit meg tudunk csinálni saját magunk a két kezünkkel, mert letöltjük, föltelepítjük, bekonfiguráljuk és beüzemeljük. Nyilván egy klaszter igazából legalul a diszk vagy a háttér alrendszeren múlik. Minden itt áll és bukik, hogyha az egy gyenge rendszer, akkor az egész végül nem tudsz rajta varázsolni semmilyen szoftver, hogy az gyorsá váljék. Hogyha alul elszúrtad, akkor fölül már csak kínódás lesz belőle. Nyilván el kell dönteni, milyen fajta diszk alrendszert választ az ember, milyen fajta diszkekre épít föl egy valamit. Nyilván lehet sima SATA diszkekkel indulni, mondjuk jobb minőségű sorozattal. Ami akkor van, hogyha az embernek kevés pénze van, mert nem igazán egy üzem, egy bank, egy iparvállalat. Ha sok pénz van, akkor nyilván választ a SAS diszkeket, és akkor rendkívül jó teljesítményt kap, rendkívül jó sebességgel, rendkívül sok pénzért. És ha még több pénze van, akkor akár vehet SSD kártyákat, és akkor teltömhet egy úgymond diszkarrendszert SSD kártyákkal, és akkor egy nagyon gyors rendszer lesz. Nyilván ez pénzbe kerül. És valakinek ezt a pénzt, azt elő kéne varázsolni, és akkor le kéne tenni az asztalra. Tudjuk, hogy mit mondana mi agyunk, hogy mit vegyünk, és melyikre mennénk. Hát nyilván a jobbat és a gyorsabbat szeretnénk, de nyilván a pénz egy nagyon kemény korlát, ahol az ember azt mondja, hogy hát rendben van, ha ennyi a rendelkezésem, akkor azzal fogok valamit csinálni, és azzal kezdek valamit. Rendben van, tegyük fel, hogy kiválasztottuk valamelyik típust, kategóriát, és akkor az nyilván abból sokat kell vennünk, hogy nagy kapacitást érjünk el, de sok diszk, sok SSD, ez egy alkatrész, ami előbb-utóbb elromlik. Vagy előbb, vagy utóbb, vagy rögtön, vagy később, de az hibázni fog. Tehát egyből nem tudok felépíteni valamit, sok rendszert össze kell kapcsolnom, nyilván a fajta RAID rendszert ki kell alakítanom fölött, és akkor jön a vita, hogy milyen RAID-et csináljunk, RAID 5, RAID 6, RAID 10, melyik lenne a legjobb számunkra. A szokásos, tipikus nyűgök, hogy ez egy megint egy generális rendszer szeretnénk felépíteni, ami minden, tehát ahol sebesség is kéne, meg kevés látencia, meg nagy fájlok időnként, de sok kicsi fájl is, tehát nem tudod ráhúzni arra, hogy melyik igazán a jó kategória, mert mindegyikből egy pici kéne, egy kicsi ilyen, egy kicsi olyan. Nem találsz egy olyan közös nevezőt, hogy most akkor a legjobb választás erre, mert nem egy speciális esetre szeretnénk egy rendszert, hanem egy generális esetre, mert minden előfordul. Itt fog futni fölöttem az adatbázis kezelő, itt fog futni fölöttem a webszerver, fog majd tárolni leveleket, belépnek rá userek, akik időnként nagy fájlokat írogatnak föl, tehát mindenfajta féle kicsi fáj, nagy fáj, minden elő fog fordulni. De bármilyen képpen is választunk, bármelyik rét közül, nyilván el kell gondolkodni, akkor jól emellé mondjuk hotspot diszeket is tenni, hiszen hogyha egy rétből kiesik egy diszk, akkor jó lenne, ha lenne mellé melegtartalék. Hány melegtartalék legyen, hogyha már annyi diszket vásároltunk jó drága pénzért, akkor mennyit tegyünk mellé, egyet vagy kettőt. Ezeken mind sokat lehet beszélgetni a kollégákkal is, vitázni, lehet sokat a netet bújni, és akkor mindenféle tanácsokat olvasni. Ki is lehet próbálgatni sok mindent, de az embernek valahol ezt el kell dönteni a saját egyedi rendszerénél. Majd később mondom, hogy mit választottunk, de én nem kívánnék senkit se semmelyik irányba tolni vagy presszionálni, mert ezt úgyis ez az adott helyzet fogja jelenteni, ahol ti vagytok, és nektek egy rendszert kialakítani. Picikét jó ez az időzítés, mert a slapic egyfajta konzerv általános megoldásról beszélt előzőadásban, én meg igazából egy másik fajtáról mondanék, ahol vagy egy nagyon komplex időrendszert kell átmigrálni egy másik, vagy pedig egyedi rendszerekről van szó. A kettő nem zárja ki egymást, de két teljesen más terület. Oké, tegyük fel, hogy megvannak a diszkeink, eldöntöttük, hogy milyen RAID lesz rajta, ezt milyen fajta storage-ba össze kell fogni. Itt megint a pénz fog nagyon-nagyon dönteni számunkra, hogy milyen storage-ot fogok választani. Nyilván, hogyha nagyon kevés pénz van, akkor simán lehetne két Linuxos doboz, és akkor DRBD-vel csinálok fölöttük egy RAID 1-et, és akkor azon fogok majd csinálni valamit. Ha annyi pénzem van, akkor azzal fogok menni nyilván. Nincs más választásom. Ha van pénzem, akkor vegyem meg a storage-ot, azt mondom, hogy ha van pénzet, akkor igen, egy rendes hardware-t, ami egy rendes storage, aminek külön storage funkciói és képességei vannak. Annak ára van, azt ki kell fizetni. Megéri az árát, tény és való,
több storage gyártó cég is van, szerintem mindegyik jókat csinál, de az egy döntés, amit akkor el kell dönteni, és akkor be kell ruházni. Ha nincs pénz, akkor van a DRD-ben, az remek megoldás, nincs róla szó, csak annak megvannak a nyilvánvaló korlátai egy komplett storage megoldással szemben. Itt már lényegében a hálózat részt befelé is kacsingatunk, ami már egy döntést is jelent, hogy milyen hálózati interfészem lesz a storage networköm környékén. Gigabit Ethernet, mert hogy azonban azok vannak nekem, olcsók az interfészek, olcsók a switchek és könnyű összerakni, DRBD-nél valószínűleg gigabit Ethernet lesz. Tudom trönkölni vagy bondolni, és akkor több gigabit lesz egyben, azt is meg lehet csinálni. Vagy sok pénzem van, sasdiszkeket vettem, storage-ot vettem, akkor Fiber Channel szinte remek megoldás, ott van a 2, 4, 8, 16 gigabites sávszélességével, annyi is van, 16 is van, ugye? Fiber Channel-nél úgy szemekül lehetne azt tanulni fölfelé, szuper jó rendszer, de akkor nyilván, hogyha Fiber Channel van, akkor van egy storage networköm, egy önálló, különálló infrastruktúra, külön Fiber Channel switchekkel, ami egy teljesen különálló valami. Nem tudom betenni, hogy megszokott, klasszikus switchelt Ethernet hálomba. Vagy mondjuk azt mondjuk, hogy a switcheket jól ismerem, Ethernetet jól ismerem, legyen 10 gigabit Ethernet, mert miért ne? Az azért az kemény pénz, tehát ahogy nézegettük, mostanában a Fiber Channel olcsóbb, mint 10 gigabit Ethernet. Nem? Köszi. Csúsztam lefele. Csábító az a 10 giga, mert hogy az egy jól megszokott technológia, Ethernet, ismerjük, kisjukból kirázzuk, simán megy. A Fiber Channel azért kicsit más, és független, és teljesen másik, de pénzben azért olcsóbb még mindig az, tehát érdemes talán 10 giga helyett Fiber Channel felé menni. De lehet, hogy az összköltség mégsem az, és mit tudom, két éven belül a másik lenne olcsóbb, ki tudja, ezt nagyon meg kell nézni, ki kell számolni. Oké, eldöntöttük, hogy melyik felé megyünk, mire van pénzünk, van egy storage networkünk, ami valami folytasan vagy NAS, vagy mindkettő hálózat, ha úgy tetszik. Nyilván, hogyha Fiber Channel, akkor nagyjából csak a SCSI és a Block Device hozzáférés marad csak meg, de a Gigabit Ethernet, akkor lehet mellett az, hogy iSCSI-val, Block Device-ként viszem át az eszközöket a storage felől, és mellette még a storage-on mondjuk okos, akkor NFS-sel is még ki tudja ajánlani diszkeket, vagy a storage részeit a szerverek fele. Vagy mondjuk azt mondom, hogy oké, ez egy nem spéci rendszer, és játszok valamelyik ClusterFi rendszerrel. Sok van, GFS2, OCFS2, Lustre-t sokáig nézegettük, nagyon csábító volt, szuper jól néz ki, de nem nekünk. ClusterFS, ezekkel mind remekül lehet játszadozni, azt azért újra elmondom, hogy játszani lehet velük, tesztelni lehet őket, de az nem a valós élet lesz. Nagyon nehezen fogjátok tudni a valós életet emulálni egy tesztkörnyezetben. Tehát az, ami akkor ott remekül csillogott, villogott és szuperül működött, lehet, az életben nagy pofárás is lesz majd. És akkor mi lesz a backup megoldás, amit fogunk tenni, hogyha fölépítettünk egy rendszert, mondjuk Lustre-vel, mert szuper volt, és az életben viszont kifolyamatosan lassú lesz, mint mondjuk nálunk a GFS volt, amikor elkezdtük először. Jó. És akkor nyilván van egy storage könyvet, ami ad nekünk háttértárakat, még csak itt tartunk, efelől rá kéne húznunk egy valami fajta frontend gépeket, ahol virtualizálunk, mert az most már remek bűvszó, és mindenki virtualizál, miért ne tegyük mi is azt, van valahol hétlogosultsága. Melyik technikát válasszuk? Milyen virtualizáció felé menjünk el? Teljes virtualizáció technikák közül választunk valamit, vagy paravirtualizációt valamelyikét választjuk. Mi az, ami nekünk jó? Szeretnénk különböző operációs rendszereket használni, akkor nyilván paravirtualizáció nem jön szóba. De amikor csak egy Linux shop vagyunk, hogy semmi más nincs, csak Linux, akkor azért az a Rayserver OpenBSD azért nagyon-nagyon csábító valami azért. Az a minimális overheadjével, remek teljesítményével, kompaktságával azért az annyira szívúzza az ember szívét, hogy miért kell nekem azt a sok réteget oda pakolni? Azért, mert jól hangzik a VMware meg a KVM, mikor simán lehetne ez akkor is remekül működni. Meg lehetne tenni nyilván, hogy csak paravirtualizálok, és abban csinálok egy remek rendszert. De annak az ára, hogy akkor az a kernel, ami ott fut, akkor az egy kernel van minden egyes guestben is. Nem tudok guestenként különböző kerneleket futtatni például. Ami lehet, hogy nem annyira előnyös. Mert vannak olyan guestjeim, amik szeretnék biztonságosabban futtatni, spéci kernel modulokkal, akkor az mind elesik.
Jó, hogyha teljes virtualizáció, akkor melyik KVM, vagy Xen, most már nem annyira, de azért az is a Xen is egy jó, vagy VMware, van-e rá pénzünk? Ezek mind arra lehetőség, ahol meg kell fontolni, hogy melyiket szeretnénk választani majd. Általában elfelé szoktunk tenni egy köztes réteget, hogy összefogjuk a különböző technikákat, ez tipikusan libvir szokott lenni, nagyon sok választásunk nincsen, de azért egy jó köztes rétegrendszer. És hát a virtualizációt azt lehet menedzselni is mindenféle jó eszközökkel, mondjuk Proxmox-szal, vagy VMware-nél, nyilván a VMware önmagad egy ilyen felületet. És akkor ott vagyunk, mint a Slapis mondta, van egy szép webes felületünk, vagy egy grafikus felületünk, és kattintgatunk, és úgy konfigurálunk mindenféle virtuális gépeket, és remekül néz ki. De hát nem egy gépünk lesz, hanem több kiszolgáló gépünk lesz, amit egy clusterbe össze kell fűzni, kell egy cluster management réteg is, ahol szintén több közül lehet választani. Nyilván, ha elején elmentünk a VMware jel maga, csak VMware jött itt is szóba, semmi más, és akkor nyissuk ki a pénztárcánkat jó szélesre, mert az annyiba fog kerülni, de szép is lesz. Tehát itt mi keményen vitáztunk ezen, és majd nagyon kemény front, hogy menjünk el VMware irányba. Volt egy olyan korlát, anyagi korlátnyi, azt lehet mondani, hogy nem. Mert nem fér bele a büdzsébe. De hogyha elindulunk más irányba, akkor a Red Hat írja a pacemakert, tehát el lehet menni a Red Hat irányba. Nem kell Red Hat-ot hozzáfutani, simán megy Debian fölött is, nincs vele semmi gond. Vagy a Ganeti, amit a Google csinál, az is egy ilyen cluster management szoftver, az is lehet használni. Hát össze lehet szedni a darabkákat, és össze lehet őket rakni egy Lego, egy szép, komplett rendszerben. Jó. Tehát amit mi végig is jutottunk, a mi esetünkben, tehát abszolút az a mi speciális esetünk, ami arra jutottunk, hogy mi kiizadjuk a pénzt a storage-ra, mert hogy ez egy nagyon-nagyon alapos vető komponens legalul, hogyha azt jól megcsináljuk, jól megválasztjuk, akkor sokat tudunk nyerni. Tehát vettünk egy igazi storage hardware-t, belépő entry level, tehát nem SAS diszkek, hanem SATA diszkek, de nagyon szép teljesítmény így is. Nagyon sok klassz feature-e van neki, tud ASK-zi, tud NFS-t, Sambát is tud, ha úgy tetszik, szeretnék Windows, de nincs Windows szerverünk, egy se, úgyhogy nem kell. Vannak snapshotok, deduplikáció, tömörítés, minden, ami az embernek szája, szem, ingere, remekül benne, mint storage, ő egy szuper jó rendszer, és remekül lehet ráépíteni. Nyilván, mivel tud ASK-t és NFS-t, van neki Fiber Channel-es verzió, azra nem volt pénzünk, nyilván Fiber Channel-es kiesik. Azt mondtuk, hogy a guestek fele ASK-zival fogunk menni, és NFS-sel. Az ASK-zén adjuk ki majd a rendszereknek a saját diszkeit, amikor úgymond bootolnak ők, és a boot rendszereket ASK-zival kapják, és minden, ami a user terület, az NFS-sel fog majd menni feléjük. Az, hogy miért, azt meg kicsit később, hogy miért volt ez a kettős választás, hogy miért ASK-zi és NFS a kettő együttmenet. És hát meghúzza magam csendben, szerényen, gigabit Ethernet van a storage standardfölként. Hát ez van, hát nincs több, hát 10 gigára nem tellett. Nyilván lehet trönkölni, és akkor 2 gigát össze lehet fogni egybe, de mind csak 2 gigabit. De úgyis SATA diszkek vannak, tehát most nem fogom tudni kihajtani 10 gigá fölött a SATA diszkeket úgysem. Szóval nincs értelme. A virtualizáció az KVM. Pusztán azért, hogy tudjunk különböző kerneleket futtatni, azt nagyon szerettük volna azt elérni, hogy ne kényszerünk rá egyetlen egy kernel, ami ráadásul a host rendszernek a kernel, amit futtatnunk kell. Tudjunk a fölött teljesen másik kernelet futtatni, ez a nagyon nagy, nagyon fontos feature volt, hogy ez kell nekünk. Fölötte libvirt és fölötte pacemaker. És Debian nem Red Hat. Annak, hogy pacemaker az Red Hat-es. Van rá csomag, tehát föl lehet tenni simán. Jó, és akkor hogy néz ki, mint egy IT Lego? Hát próbáljunk ilyen kis dobozokkal ilyen IT Legót emulálni. Ugye, alul vannak diszkek. Sok-sok diszk, megveszünk sok diszket, és egymás meg pakoljuk. És akkor nyilván fölé kell a storage. Ha DRDB, akkor is két fele van. Ez egy rendes, hogy ennek is két fele van. Fizikailag egy doboznak látszik, de benne két egymástól független rendszer van. Egymással kommunikálnak egy NVRAM-on keresztül. Minden diszket látják passzív buszon keresztül, meg kell mondani a két félnek, hogy melyik fél, melyik diszkrendszert az ő tulajdona. És ha az egyik storage meghal, akkor a másik átveszi a funkcióját, tehát teljes tartalékoltságot tudnánk adni. Átveszi a másiknak a MAC címét, IP címét, ASK-zi beállítási, TNS beállítási, mindent átveszi, akkor érte dolgozik tovább. Tehát egyik az egyik felé,
másik a másik felé, az egyik sztól is kiesik, akkor a másik el látja az összesnek a előnek a funkcióját, az összes diszkkel együtt, és továbbra is működik remekül az egész dolog. Oké. Fölötte van két darab switch, sima Ethernet switch, és mindegyik storage fél össze van kötve full mesh hálóval mindkét switch-el, és mindaz két switch egymás össze van kötve két kábelen keresztül. Magyarul teljes tartalékolt útvonal, mindegyik lehetséges ágon, és mindenhol lehet érni mindenkit. Frontend vagy host gépek, ahol a virtuálisok futni, nálunk is mindegyik gépbe két darab gigabites interfész, és mindegyik össze van kötve mindegyik switch-el. Jól néz ki, valóban fizikailag is így néz ki, tehát ha bármelyik switch kiesik, akkor az nem jelent gondot, mert a másik switch-en közt elérek mindenkit. Ha egy interfész kihull, nem gond, mert a másikon keresztül elérek mindenkit. Elvileg lehetne bondolni is, hogyha a switch-ek tudnák, a switch-ek közötti bondingon, de nem tudják, és ez miatt szóval csak aktív-passzív van a interfészek között. Nem olyan szép a helyzet, kéne egy jobb switch, pontosan kettő jobb switch, amelyik tud switch-ek közti bondingot is, az majd egy következő fázisba talán bele lehet majd tenni. Oké, kicsit takarítsunk, hogy rosszuljon a kép, de betesszük a pacemakert, mint cluster management szoftvert, ahol szépen a privát hálón, hát a storage network fölött, de ott fut a pacemaker is, ahol nézi szépen a egyes szerverek az egészség állapotát, hogy ők élnek-e, ha nem él, akkor egy szépen másik gépen indítja az rajta futó összes szolgáltatást. Oké. A hostgép fölött ott van a libbirt és a KVM, és a fölöttük a különböző guestek, különböző funkciókkal. Webserver, e-mail szerver, login szerver, ez ennyiféle szerver, sokfajta szerver. És azok a fönti szerverek, itt lenne a storage-ról, ASK-zal és NFS-sel szedik a cuccokat a sok-sok rétegen, funkción, elemen keresztül. Ez egy tök klassz, szép, nagy Lego puzzle, amit föl tudunk rakni, ki tudunk építeni, de nem árt, hogyha van mellette backup is mondjuk. Nekünk szerencsénk volt, ott van a régi előző klaszterből a két korét dobozunk, és itt föl lettek pofozva, telettek tömve diszkekkel, és került az egész rendszer mellé két darab backup szerver is. Mert az egész szerver szépen, egész rendszer bekapolható, hogyha netán baj van, akkor ott még mindig el lesen érni mindent. Oké. Hogy néz ki ez fizikailag? A storage-ban mi RAID 6-nak megfelelő RAID réteggel mentünk, mert egy általános rendszer van, és nem pedig speciális rendszerről, és mindegyiknél van még kettő darab hot spare a két félben. Tehát elvileg négy diszkhibát ki tudunk védeni, kettőt vagy négyet, ami nem egy rossz dolog, de azért nem is teljesen olyan szép, hogy az ember szeretné. Ugye 7 backend szerverünk van, különböző RAM-okkal, lehetne előtteni tömrabot, nyilván a ROM számít legjobban, nem a CPU, lehetne, de még sincsenek kihasználva, még csak 17 virtuális gép fut rajtuk. Tehát látszik, hogy úgy átlagban 2-3 közötti virtuális gép fut egy vason, tehát messze nem vagyunk még a teljesítményeknek a határán, még bőven van szabad tartalék és kapacitás, tehát ide még lehet még nagyon sok plusz gépet létrehozni fölöttük. Oké. Okay. Mentések. Egyrészt van, mivel a storage maga ad nekünk snapshot lehetőséget, a snapshot-ot használjuk mentésként. Van napi mentés, 6-szor egy héten és heti mentés, 4-szer egy hónapban. Lehetne óránkénti mentés is csinálni snapshotokkal, simán működik. Ezért volt fontos az NFS nálunk, mert az NFS-nél az a jó kis feature megvan a storage-nél, hogyha a mentést magát azt az NFS-en keresztül kiajánlja a userek fele, read-only, ilyen rejtett kötetként, az összes mentést elérik a userek közvetlenül. Hát ő nekem jajunk, hogy 3 héttel ezelőtt letöröltem egy fájt, és visszatudjuk állítani a mentésből, hát nézd öregem, ott a pász, melyik kell neked a ott lévő 23 mentésből, keresd meg és töld vissza, nekem nem kell tenni semmi sem, mert ő direktben közvetlenül eléri a fájt, read-only-ként NFS fölött. Ezért volt a lényeges számunkra az, hogy a diszkek maguk azok ASK-zi, de a user-tet NFS fölött megy, mert ez a feature benne van, és ezt szerettük volna számokra a felhasználókra biztosítani. És a két korédra mennek
Snapshoton keresztül bekapok havonta egyszer, amiben most úgy néz ki, hogy kb. 6 élmentést tudunk eltenni a diszkekre. Tehát nagyjából 6 hónapig látunk vissza valakinek valami baja van. Nyilván ez nem archiválás, hanem backup, és nem pedig archívanyag, amit felteszünk, és akkor ameddig, akármeddig meg lehet húzni valahonnan. Jól működik, tehát egész klassz, eddig szépen muzsikál az egész rendszer, és különösebb gond és baj nem volt vele. De hát a hibák mindig lehetnek, tehát azért az jó, hogyha szembesülünk azzal, hogy fölépüntünk egy szép legóvárat, összelegoztuk és összeraktuk, és hol tudjuk, vagy hol borulhat fel egy ilyen szép legóvár? Hát nyilván lehet diszkhiba. Ugye azt mondtam, hogy kettő darab, ugye a RAID 6 miatt kettő darab diszkhibát elvileg kivéd a rendszer, és még kettő hotswap-em is van a rendszerenként. Azért ez nem annyira jó, klassz, de gondoljunk be, hogyha véletlenül kiesik két diszk, akkor a két hotswap belép, és akkor eltart mondjuk egy napig, amíg beszinkronizál a rendszer. Ha az alatt még egy diszk kiesik, akkor az a RAID-en borul. Tehát nem igaz az, hogy négy darab diszk hibát véd ki. Négyet akkor, hogyha a szinkronizáció az le tudott futni. Ha az nem tudott lefutni, akkor az bizony max. Kettő darab diszk hibát tud kivédeni, és többet nem. A harmadik nem, mert el fog borulni az egész. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy backupra szükség van, független backupra. Jól néz ki a rendszer, király, de azért egy kis rizikófaktor itt van. Az a storage is jó doboz, szuper doboz, de nyilván storage maga is megsérülhet, hiszen ez hardwareből van, szoftverből van, ott bőven lehet hiba. Nekünk ráadásul bizonyos szempont fekete doboz, tehát mi csak menedzseljük és nem látunk bele. Kell rá support, van rá support, elvileg 4 órán belül jönnek és javítják, de azért az egy zárt doboz. És ha az meghal, akkor az egész, ami fölötte van, az borul. Ki van húzva a szék az egész konstrukció alól. És ha nincs rá supportunk, akkor mit teszünk, hogyha borult? Honnan szerzünk gyorsan javító embert, aki ért hozzá, és kijavítja és cserél? Ott a network két darab switch-el és a különböző interfészek, ezek szintén hibázhatnak, borulhatnak, de mivel ezek teljesen community hardware, tehát viszonylag könnyen lehet cserélni, ez talán nem annyira nagy rizikófaktor, mert hogyha kiesik egy switch, akkor az viszonylag hamar le lehet húzni a polcra egy tartalékot, és be lehet tenni a helyébe. A virtuációs hostok szintén borulhatnak, de hát 7 van belőlük 7 darab. És mivel cluster vannak kötve, azt jelenti, hogy 3 darab gép kiesését még elviszi a cluster elvileg, hiszen akkor mindig quorum van, többség van. A 4 még mindig a 7-nek a több, mint fele. Tehát akkor a 4 még elvileg azt mondja, hogy még egészséges clusterek és működök tovább. Tehát elvileg 3 darab gépet ki lehetne húzni, és megy tovább minden szépen. Tehát ez talán egy olyan pont, ahol nem kell annyira izgulnunk, hogyha olyan baj történik, akkor az sok gondot okozhat. Nem teljesen igaz, de azért majd mondom, következő pontnál, hogy szoftver. A szoftver réteg. Ugye nagyon sok komponens van, KVM, libvirt, pacemaker, kernelek, bármelyik borulhat, lehet benne bug, lehet benne hiba. Amiért mondjuk arra kényszerülünk, hogy frissítenünk kell. És mondjuk ezt meg kell valami, mi sem gondoltuk végig. Mi van akkor, hogyha ezt be a rendszerben nekünk a cluster szoftvert frissítenünk kell? Az hogyan csináljuk meg? Meg lehet tenni online, hogy nem állunk le? Vagy le kell állni vele? Lehet darabonként, egyes gépenként, vagy nem? Eleve hogy teszteljük le azt, hogy most egy cluster upgrade-et csinálunk? Fölépítjük, mit tudom én, virtualboxokban, és akkor emuláljuk ott az upgrade-elést, vagy hogyan csináljuk? Tehát ez eleve egy sötét folt, amivel minden egyes ilyen cluster üzenetnek szembesülnék el, hogy hogyan fogja majd az ő clusterét frissíteni, amikor a frissítésre sor kerül. Előbb-utóbb sorra fog kerülni az a pont. Ott fogunk állni. Most ott fogunk majd izgulni, és kakast áldozunk pénteken, éjfélkor, meg mindenféle más jelenek, hogy minden rendben nem működjék. Lehet admin hiba is, miért ne? Emberekből vagyunk, lehetünk időnként fáradtak, nem figyelünk oda, lehetnek dokumentációs hibák, mint admin elkövetünk. Ez teljesen vicces dolog, például a libvirtben, amikor a libvirtben az ember definiál egy guestet, akkor megmutatja, hogy mennyire a memóriát allokál hozzá. Libvirt dokumentáció szerint ide a számként lehet írni egy számot, ami mindjárt ilyen byte-ot, vagy mi lehet csapni azt, hogy kiló, vagy M, vagy G betűt, és akkor annyit jelent az RAM-ban. Most ez sajnos nem igaz, a dokumentáció ezt szerepel, de ott az a
az a betűjel az ignorálódik, tehát ha te beírtál 1024 M-et, az 1024 byte-ot jelent, hiába szedtél le M-et. Nem igazán klassz dolog így elindítani egy gesztet, mert nem igazán akar indulni. Vannak ilyen apró kis pici kis ilyen kis hibáskák, amiket az ember beleüti az orrát, és akkor megtanulja, hogy ez így nem igazán klassz dolog. De mondok egy másik példát, a pacemaker egy nagyon jó szoftver abban a szempontból, hogy nem csak az, hogy egy cluster management szoftver, és legkülönbözőbb a cluster között felépíteni, aktív, passzív, aktív, collocation, mindenféle bűvszavakat támogató, van meg nagyon klassz feature, meg lehet neki mondani azt, hogy a utilization funkciónak hívják, hogyha a használat alapján tudsz erőforrásokat szétosztatni a cluster fölött. Tehát meg tudod mondani, hogy egyes virtuális erőforrásait mondjuk mennyi RAM-ot igényelnek, a fizikai gépedön mennyi RAM van, és meg tudod, hogy a clusternek, hogy hogyan optimizáljon. Egyenletes RAM terhelést tegyen a gépek között, hogy nagyjából egyenlő legyen a RAM kihasználtság minden fizikai gépen, vagy igazából próbáld maximálisan kitölteni néhány gépen, mert te erőenergiát akarsz megspórolni, és akkor a többi gép kevesebb erőforrást teszik mondjuk. Különböző ilyen algoritmusai vannak, amik lehet választani, melyeket szeretnéd. És ennél például ezek a számok az teljesen absztrakt szám. Lehet mondani, hogy egyiknek 1, 2, 3 és más hasonló számok nincs mögötte. Igazából kapcsolat, a pacemaker számára csupán tiszta számok, amivel ő számolni fog. És mivel követtük azt a hibát, hogy a libvirtnél ott meg kell adni bájtokban ezeket a memória értékeket, itt azt mondtuk, hogy megadjuk majd megában, és valahogy ott az átváltásnál, hogy elcsúsztunk, és a kettő nem volt igazából összhangban egymással. A libvirt létrehozta bizonyos amokkal a gépeket, azok működtek, de a pacemaker teljesen más számokkal számolt. El is indult, de amikor a legelső újabb gépeket létrehozott hoznak, azt mondta, hogy hát sorry, az összes RAM elfogyott, mert eltolta a számolást, és rosszul számoltad ki a egyes gépeken a RAM-okat. És le van a dokumentációban egy sorban, hogyha te ezt használod, és a feltételeket nem lehet kielégíteni, akkor az erőforrás nem fog elindulni. És itt van az a probléma, hogy oké, azt mondom, hogy 7 darab gépben áll a klaszterünk, tegyük fel, hogy sokkal több virtuális gépünk van, és megmutattuk utilizationnel, hogy melyik virtuális gép mennyire mot eszik, és mennyire buk vannak a fizikai gépekben. Kiesett 3 darab gép. Mi van akkor, hogyha az a megmaradó 4 darab gépnek a RAM-ja kevesebb, mint az összes, amit mondtam neked, hogy ennyi az összes gesztnek a RAM-ja. Nem fogja indítani a pacemaker a fölös geszteket, mert nem fér bele abban, amit én megmondtam neki. Nem az ő hibája, ő megmondta, hogy sorry, hogyha te rossz paramétert adtál meg, akkor nem fog működni. És akkor hiába volt azt mondani, hogy remek rendszer és működik, fut tovább, lesz egy-kettő geszt, amelyik nem fog futni benne, mert nem fért el. Oké, menjünk kicsikét kijebb, oda, amit nem nagyon szoktunk látni, vagy kevésbé szoktunk rá tekintettel lenni. Betáp, UPS kérdése. Mi van, hogyha nincs áram? Nyilván van UPS-em, ami meddig tart ki? Meddig fog ott működni? És ha már kevés áram van benne, akkor le tudom-e állítani az egész rendszeremet, storage-jal, mindennel együtt, hogy még időben szépen leálljon azelőtt, mielőtt elmenne az utolsó elektron is abból a szerencsétlen UPS-ből, és elfogy be az utolsó áram is. Tudom, hogy itt biztos van egy-két ember, aki nagybájt egy könyvbe jött, ahol van neki mondjuk generátora, és ha az UPS már nem bírja, akkor beindul a generátor, vagy az UPS elég úgy van hangolva, hogy ő csak 5 percig bírja, mert 5 perc alatt felbúg a generátor, elkezd inni az olajat, gázolajat, és termelje az áramot. Ugye most volt New York, szerencsére mi nem vagyunk ilyen helyzetben, hogy New York és akkor hurikán és víz, de mi van, hogyha az egy hosszabb áramkimaradás, és kifogy a tartályból a gázolaj? Állnak ott azok a tartálykocsik a gázolajjal, hogy menjen tovább a generátorod, vagy nem állnak ott azok a tartálykocsik? Ezek azért jók ám, mert ez amikor beüt a main queue, akkor derül neki, hogy hát az igazából nem lett végig gondolva. Hát ott a generátor, hát nem. Hát az majd termelje az áramot, hát ki volt találva, csak valahogy ilyen kicsi kis izé. Akkor klíma, hát általában ezek klimatizált helyiséget igénylő dolgok, és berakod a klímát, és akkor az hűt. De ha nincs áram, akkor a klíma sincsen. Főleg, ha nincs generátorod, mint például nálunk, és hiába tart ki a UPS-ünk 40 percig,
hogyha nyáron a klíma miatt 3 perc alatt fölforosodik az egész terem. És olyan királyok voltunk, vá, 40 perc, de sok idő. Akkor a 10. percnél majd leállítjuk azt a kupacot, mert sok áramot fogyaszt, akkor még nyerünk egy kis plusz időt, a 20. percnél meg azokat, és akkor tök jók leszünk. És ki volt sakkozva, a skriptek működtek, és az egész borult, mert a 3. percnél az egész fölmelegedett, a korszics leállt, az egész szétesett. Emuláld le ezt, légy szíves egy környezetben, teszteld le előre, hogy ez hogyan fog a valóságban működni, ahogy te ezt elképzelted. Vagy nem is áram, mert ilyen még egyszer sem volt az elmúlt évek során. Tavasszal, amikor ez a virág van, ez a kis szöszök, ezek jönnek a fák, ez a kis izé, és a klímát tömítette el. Nem tudom, hány év óta először fordult elő, és a klíma leállt. Sorry, nem tudok klímázni, mert én ilyen ezé. És ott néztük, hogy mi a bánat baja van neked. Előtte volt 2 hónappal karbantartás, a klímakarbantartás. Teljesen jön, aki lenni, és leállt. Ez a kis izé, kis szöszök. Ilyen kis pihepuha. Nyilván lehetne víz, vagy valami csőtörés, főleg, hogyha alagsorban van a gépterem, vagy legalul, mert oda tették, mert jó keveset kell hűteni, és akkor csepeg. Netán ott megy át a szennyvízcső, mert ott vezették el. És nem lehet áthelyeztetni, mert az sokba kerül. De a géptermen se lehet áthelyeztetni. Akkor lehet tűz nyilván. Nálunk is vannak tűzjelzők az álpadló alatt, meg a mennyezeten is. Csak sokat gondolkodtam, hogyha a tűzjelző elkezd jelezni a főportán, és elindulnak a tűzoltókocsik a városból, fölérnek kb. 10 perc alatt legjobb időben, de akkor optimista voltam, és akkor látnak egy ilyen füstölgő, üszkös valamit, és azt mondják, hogy igen, itt tűz volt, és akkor kész. Nincs offside backupunk, tehát hogyha tűz van, akkor kész, akkor arra nincs megoldásunk, akkor megállt a világ, és reset gombot megnyomta valaki, úgy az abszolút reset gombot. És egyéb, ez egyéb egy ronda szó, úgy minden más. Tehát most én nem pont arra gondoltam, hogy betörőjön, mert nyilván a géptermi ajtótok kellően erős és kellően jó lett ahhoz, hogy nem fogra valaki bemenni, hogy fölmarkolja a jó drága vasatokat és elvigyék. De mondjuk gondoljunk arra, hogy milyen kegyetlen fegyver egy takarítónőnek a porszívója. Hogyha ő olyan helyre dugja azt be. Nem szoktak gépterembe takarítónők járni szerencsére, de időnként vannak buzgó hölgyek, tehát akiket nehéz visszatartani mindenféle cselekvéstől. Jó, én úgy nagyjából, igen. Tehát én ennél a pontnál voltam az, hogy én a CEN-ben néhányszor el szoktam menni, a CEN-nek nagy partner intézményünk Svájcban, Svájc-Francia határon, és ott van egy ilyen sticker az egyik ajtón, ami úgy néz ki, hogy ilyen szokásos piros háromszög, és benne egy takarítónő áthúzva. Ez nem vicc, halál komolyan mondom, ott a sticker, de gyári, tehát izé, és miatt az előadásra készültem, akkor eltöltöttem egy időt, hogy rákeresek a neten, hogy hátra van egy fénykép, hogy bemutatom. Nem találtam ilyen fényképet, hogy googlztam jó sokáig. Úgyhogy mivel ebéd előtt vagytok és fáradtak lehettek, ezért és mivel egy csomó ilyen vicces izét megnéztem, ilyen vicces stickert, gondoltam a legvége lazításképpen, hogyha működik, akkor egy ilyen kis lazításkép, látjátok egy-két ilyen teljesen kontextusból kirakadott és nem ide tartozó ilyen vicces táblákat. Köszönöm szépen! Thank you.
Emergency call. Oké. Tehát nem az én gyűjteményem, csak a bizonyítékát arra, hogy kerestem azt a fotót, mert igazi lényeg létezik a szemben, de nem találtam meg, úgyhogy köszönöm szépen!